Sziasztok, Duhai Márti vagyok, az Értékelés Tuning alapítója, TripAdvisor specialista és a pozitív vendégélmények szakértője. A mai napon azt a kérdést járjuk körbe, hogy mit tegyél, hogyha a munkatársaid nem tudják, nem akarják bekérni a vendégeitől az értékeléseket. Mit tehetsz ezzel nem? Minden szolgáltatónak egy természetes vágya, hogy visszajelzéseket kapjon a vendégeiktől, és és nyilván ennek megfelelően tudjon fejleszteni, vagy erősödjön meg abban, hogy jó irányba halad, és hogy jó az a szolgáltatás, amit nyújt. Ezzel a probléma az, hogy, hogy nem feltétlenül mindig neked kell bekérned ezt az értékeléseket, hanem rá kell bíznod egy munkatársadra, aki viszont előfordulhat, hogy ezzel nem, nem érzi magát komfortosan. Mik lehetnek ezek a, mik lehetnek ezek az okok gyakorlatilag? Egyrészt az, hogy fél bekérni például ezeket az értékeléseket, nem tudja, hogy menjen oda a vendéghez, nem tudja, hogy hogyan kérdezzen rá erre az egészre, hogy milyen élménye volt. Lehet, hogy éppen túlterheltek, tehát, hogy túl nagy, tehát nagy a forgalom, és, és, emiatt nem tudják bekérni az értékeléseket, vagy egyszerűen elfelejtik, tehát nincsen a fejükben az, hogy... hogy ez a te kifejezett kérésed lenne, vagy egyszerűen annyi, hogy nem tudja, hogy miért fontos ez neked, és, és emiatt felejti el, vagy emiatt így nem tulajdonít jelentőséget ennek a, ennek a dolognak. Uh, amit te tudsz tenni, az az ez ellen, hogy nyomatékosítod bennünk a missziódat, a célodat, uh, és, a, és a, vágyaidat azzal kapcsolatban, hogy miért fontos neked az, hogy minél több vendégtől uh, kapjál visszaért, visszajelzést. Uh, ezzel és ezt, és ezt nem csak egyszer kell megtenni mondjuk amikor felveszed, hanem folyamatosan akár heti meetingeken is el kell, hogy hangozzanak, és, és folyamatosan ez kell súlykolni a munkavállalóidban, hogy, hogy, hogy ez neked nagyon fontos, és igenis kiállsz-emellett, és nagyon fontos a vendégek visszajelzése. Mi a missziód? Igaziból ez nagyon fontos, hogy megfogalmazd saját magadnak. Ugyanis így tudsz majd jó munkatársakat felvenni, olyanokat, akik tudnak csatlakozni ehhez a misszióhoz, ugyanis senki nem terméke-szolgáltatáshoz, munkahelyhez kapcsolódik, hanem az emberhez, aki, aki azt vezeti, aki azt tulajdonolja. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen javaslom, hogy ezt gondold át, fogalmazd meg magadnak, írd ki mindenhova, és hangoztas mindenhol, hogy neked mik... Mik ezek a, 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 mi a missziód és mi a vízióda a saját vállalkozásoddal kapcsolatban, és így az értékelések is sokkal jobban be fognak, érték, be, be fognak érkezni, akár organikusan maguktól, de így a, az alkalmazottaid is tisztában lesznek ezzel, és tudják, hogy ez neked prioritásként szerepel. Nekem az a tapasztalásom, hogy akik ezt bevezették, és akik úgy vezették be, hogy ténylegesen ö, ténylegesen a saját munkatársaiknak a tudtára hozták folyamatosan, hogy nekik ez most prioritás, ott soha nem volt gond, és azonnal ki lehetett szűrni azokat, akik ehhez a misszióhoz nem tudtak csatlakozni, és őket viszont rövid úton el is távolították, és sokkal jobb lett a vendégélmény, sokkal több pozitív értékeléseket kaptak. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy nyugodtan bár a munkaerőpiaci helyzet nyilván nem feltétlen ezt támasztja alá, de lehet, hogy sokkal jobban jársz, hogyha, hogyha megválsz egy alkalmazottattól, és egy picit több időt szánsz arra, hogy egy megfelelőt a saját missziódnak megfelelőt találj, mint hogyha az az egy, aki folyamatosan rombolja, a te hírnevedet ott van, és, és, és folyamatosan rombolja ezt romboló tevékenységet végez. Gondold ezt át, várom a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, mert ez egy, azt gondolom, nagyon érdekes kérdés, és ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan itt kommentben a, a videó alatt várom ezeket a kérdéseket. Egyébként pedig figyeljétek a többi videómat, és nagyon szép napot kívánok nektek! Sziasztok!